a modellnek az építése vagy betanítása az abszolút egy emberi intelligencián és tevékenységen alapuló dolog. Az automatikus kézírás felismertetése Kis József levelezésének digitalizálása kapcsán kezdtünk el foglalkozni. Kis József a Hét című heti lapnak volt a főszerkesztője a 19.-20. század fordulóján, amely azért fontos, mert a nyugat előfutárának tekinthető ez a heti lap, és egyébként az irodalomtörténeti kutatásokban nagyon elhanyagolt ez a terület. Ehhez a digitalizáláshoz a Transcribus nevű eszközt választottuk, ahol kézzel át lehet írni a levelek szövegét felhasználóbarát módon. Másik funkciója a Transcribusnak, hogy automatikus kézírás felismertetéshez modelleket lehet építeni benne, és mi ennek is nekiláttunk. A kézírás felismerő modell az nem a szavakat, vagy nem az egyes karaktereket ismeri fel, hanem a kéziraton szereplő vonalak helyzetét köti hozzá az ember által megadott átírásnak a betűihez. És akkor így rakja össze azt, hogy az a betűficak, az a karakter, amit mi látunk és emberként felismerünk egy papíron, az gyakorlatilag egy A betű. A modell az azt jelenti, hogy ez a mesterséges intelligencián alapuló technológia úgy működik, hogy rengeteg adaton meg kell tanítanunk az algoritmust, hogy hogyan is néznek ki az egyes kézírások, és ebből modelleket hoz létre, amelyek képesek lesznek arra, hogy eddig még általa soha nem látott kézírásokat is felismerjen. A modellnek az építése vagy betanítása az abszolút egy emberi intelligencián és tevékenységen alapuló dolog, míg a betanulás az pedig az algoritmus végzi, tehát ezt maga a mesterséges intelligencia végzi. Ebben a projektben nagyjából addig jutottunk el, hogy a modell közel 90%-os pontossággal képes felismerni azt, hogy a levélben milyen karakterek szerepelnek. Levelenként változó érték egyébként, mert bizonyos kézírások, mondjuk amik nehezebben olvashatóak, ott több hibát vét, és mondjuk ez a 90%-os pontosság lecsökkenhet. De van olyan levél is, amit például hiba nélkül át tud írni, mert egy könnyebben olvasható, szebb kézírásról van szó. Jelenleg jutottunk el oda, hogy annyi adaton meg tudtuk tanítani ezt a modellt, hogy publikussá tehettük az első magyar nyelvű ilyen modellt. Távolati terveink közé tartozik, hogy a Móricz Zsigmond levelezésének anyagát is bevonjuk ebbe a folyamatba.